hogy szeretet van nem csak a Bibliában rögzült Isten szavában, nem csak jó anyák mosolyában, meg annyi mozdulatában, lelkük minden zugában. Hogy szeretet van nem csak bölcsvének tanácsában, az éveknél a keserűséget teremjék benned a mérget, hogy szeretet van, hogy szeretet van. Batta György egy mondat a szeretetről. Ezzel a verssel nyitották meg a tárlatot január 22-én Bátaszéken. A művelődési házban nyílt kiállításon Ferkovics József festőművész képei láthatóak. A festmények Dömötörné Solymár Orsolya pedagógus segítségével kerültek most a városba. Az apropója a kiállításnak az, hogy az én egyesületem, a Szárnél Lulugyi Egyesület már körülbelül 6-8 éve kapcsolatban áll a művészóra. Több kiállítását sikerült már Szekszárdon, illetve a környékben megrendeznünk. Nemrégiben, decemberben volt a művészórnak egy kiállítása Szekszárdon, és abból a kiállításból megmaradt, illetve az idei évben a meg nem vásárolt képeiből tudtuk ezt a kiállítást itt Bátaszéken most, mielőtt még a 2019-es új képekkel, új stílusokkal, új témaválasztással elindulna a következő kiállítási évada, így mondhatom azt, hogy ezzel még a 18-as évet zárjuk le, és ívelünk át a 19-esbe. Ferkovics József egy Szombathelyen élő, roma származású festőművész. Alkotásait pedig az országban, Európában, sőt az egész világon ismerik, mondta stábunknak a kiállítás szervezője. Ő vállalja a roma származását, illetve ez a származás, a romasság egyrészt képein is megmutatkozik a témaválasztásában, illetve a technikáiban, a színválasztásában, de ha a képeit oda tesszük egy akármilyen más származású festő mellé, tulajdonképpen a művészeti értékében, színvonalában semmiféle különbséget nem lehet észrevenni. Az ő életútja egy nevelőotthontól ívelt a főiskoláig, illetve onnan a múzeumoknak a kiállító terméig. Az, hogy ő mit alkotott és mit tudott számunkra nyújtani, azt majd remélhetőleg még nagyon sok év munkásság fogja bizonyítani, illetve igazolni. Jelen pillanatban éppen a szakrális témák felé fordul. Mindenképpen meg kell említeni a nagy holokauszt sorozatát, ami már nem vásárolható, hiszen a múzeumok felvásárolták. Aztán a bejárat mellett található két festmény még a búcsúsok sorozatból való. Aztán a tájképei jelentősek, ezeket különféle stílusban festi, és nagyon nagy előszeretettel fest arcokat, embereket, de nem azokat az embereket, akik szépek, szép ruhában vannak, és kedvesen mosolyognak beállított pózokban, hanem ő azokat az embereket szereti festeni, akiknek a ráncaiban ott vannak a sorsok, a szemeiben ott ülnek az érzelmek, aki megélt már nagyon sok mindent, és ez látszik is rajta. És ő a külső adottságokban rejlő belső értékeket szereti ábrázolni. Általában szegény sorsú embereket fest. Nagyon sok közintézménynek a folyosóin is megtekinthetőek az ő alkotásai, illetve magángyűjteményekben és a múzeumokban. A bátaszéki kiállításon nem csak Ferkovics képeivel találkozhat a látogató. Ezeket a képeket a helyi művészeti iskola tanulói festették. A diákok kiállításának az apropója az, hogy a művész úr a nevelőintézetben, ahol ő fölnőtt, nagyon nagy tehetséggel, már ifjú éveiben, minden más tevékenységnél jobban szerette az alkotást, a rajzolást. És hála Istennek, ő neki a családi problémákon túl, hogy úgy mondjam, a Jóisten adott egy nagyon nagy fegyvert, ezt a hatalmas nagy tehetségét, amire ő építkezni tudott nagyon nagy kitartása, és létrehozni azt, amit most per pillanat mi látunk. Ezek a gyerekek, akiknek a kiállításait látható, ezek a gyerekek mind vegyes családi környezetből jönnek, vannak köztük, akik hasonló gondokkal küzdenek, mint Ferkovics József, vannak, akik még nálánál is nehezebb sorból jönnek, illetve vannak, akik sokkal jobb körülmények között élnek.
több-kevesebb, illetve kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek. Ferkovics Józsefnek annó annak idején, mikor a 70-es évek elején Japánban egy rajzversenyen második helyezést ért el, akkor az akkori intézmény, ahol ő nevelkedett, a nevelőintézet, nem tette lehetővé azt, hogy ő olyan helyen tanulhasson tovább, ahol a tehetségét kifejtheti, hanem az ő fizikai állapotának abszolút ellentmondó bányász szakirányban, vájáriskolában kellett tovább tanulnia, és ilyen végzettséget szereznie. Kerülő utakon, máshonnan, hátulról, támogatókon keresztül sikerült elvégeznie a művészeti középiskolát, majd pedig a művészeti főiskolát, ahol grafikusként végzett. Én azt kívánom ezeknek a gyerekeknek, akik itt kiállítottak, hogy némelyiküknek ez már a többedik kiállítása. De kívánom azt, hogy egyszer majd sok munkával és kitartással, meg jó pár évvel, mert ugye ez nem megy ilyen nagyon gyorsan egyik napról a másikra. Tehát, hogy előbb-utóbb, aki tehetséges, annak a tehetsége majd utat tör, és majd 30-40 év múlva, vagy 5-10, vagy 15 év múlva egy önálló kiállításon az igazán tehetségesek, függetlenül attól, hogy honnan érkeztek az iskolába, és honnan érkeztek a művészeti életbe, helyt tudjanak állni, és el tudják érni azt, amit Ferkovics Józsefnek sikerült. Én nagyon bízom abban, hogy majd egyszer a közeljövőben itt a Bátaszéki Művészeti Iskolának a tanítványai között is meg lesz a mi Ferkovics Józsefünk. A tárlat február 22-ig tekinthető meg Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban.